felkelő nap fénye fokozatosan megvilágítja a környezetet. Előtűnik a táj, a fák, bokrok, a távoli templomtorony. Mindezt azonban még fekete árnyékként észleli szemünk. A fény teszi számunkra láthatóvá a formákat. A fény csalja elő a színeket. Ahhoz, hogy észlelni tudjuk környezetünk látható elemeit, a fény mellett egészséges szemre is szükségünk van. Nem véletlenül mondjuk azt, amikor valamit nagyon féltünk, úgy vigyázok rá, mint a szemem világára. A fény az elektromágneses sugárzás látható sávja. A körülbelül 380-780 nanométer hullámhosszúságú elektromágneses sugarakat észleli a szemünk. Egy nanométer, egy milliomod milliméter. Ez a látható sugárzás a látás feltétele és tárgya. Feltétele, mivel nélküle nem látnánk. A látás tárgyának pedig azért nevezzük, mert a fényt is észleljük, elemezzük, és az alkotásaink során felhasználjuk. A sugárforrásból kilépő fény beleütközik az útjába eső tárgyakba. Azok visszaverik, elnyelik, áteresztik vagy eltérítik a fénysugarakat, így ezek a sugarak más-más ingerforrássá válnak a szemünk számára. Vannak olyan anyagok, mint például a fekete felületek, amelyek a fénysugarakat szinte teljesen elnyelik. A tükör a ráeső fénysugarakat visszaveri, ezt a jelenséget fényvisszaverődésnek nevezzük. Így tükröződnek a hegycsúcsok a tóvíz tükrében, a hídak a folyóban, a fák, az épületek eső után az útszéli víztócsában. Vannak anyagok, ilyen például az üveg, amelyeken át tud hatolni a fénysugár. A legtöbb anyag a ráeső fénysugarak egyes fajtáit visszaveri, másokat elnyel, ismét másokat átereszt. A fényelnyelés fényvisszaverődés mértékétől függ, hogy az egyes felületeket milyen színűnek észleljük. Ha kis szemcsékre, például porszemcsékre, molekulákra esik a fénysugár, ezek a részecskék másodlagos sugárzást bocsátanak ki. Ez a sugárzás hozza létre a fényszórás jelenségének sokféleségét. Naplementekkor ezért látjuk hol vörösesnek, hol sárgásnak az égboltot. Mivel délutánra megnő a beeső napsugarak hajlásszöge, a fény egyre nagyobb levegő és porrétegen keresztül jut a szemünkbe. Ha pedig a fénysugár gömb alakú részecskékre esik, a fényszórás egyik speciális esete a Rayleigh-szórás jön létre. Ilyen speciális szórás keletkezik a levegő molekulákon, ami az égbolt kék színét okozza. Ezzel a jelenséggel magyarázható a levegő perspektíva is, azaz minél távolabbi részletét érzékeljük egy-egy táj természeti formáinak, azok annál inkább kékesebbnek és halványabbnak tűnnek. A látható elektromágneses hullámokat kibocsátó anyagot fényforrásnak nevezzük. Eredete szerint megkülönböztetünk természetes fényforrást, mint például a nap és a hold, és mesterséges fényforrást, például az izzólámpa, a fénycső vagy a gyertya. Az önmagában világító test, például a nap, az elsődleges fényforrás, míg az olyan testeket, amelyek csak a róluk visszaverődő fénysugarak által válnak világítókká, például a hold, másodlagos fényforrásnak nevezzük. A látható sugárzással összefüggő jelenség az árnyék. A sugárforrásból kilépő fény megütközik a testeken. Ha nem tud áthatolni rajtuk, azok árnyékot vetnek. A megvilágított testek felületén önárnyék keletkezik. Míg az átlátszatlan tárgyak környezetük felfogó felületeit árnyékolják be. Ezt az utóbbi árnyékot nevezzük vetett árnyéknak. Egy megvilágított tárgyat annál élesebben látunk, mennél karakteresebbek az önárnyékai és a vetett árnyékai. Mindannyian tapasztalhatjuk, az árnyékvetődés a térlátás és a formaészlelés egyik legfontosabb segítő tényezője.